Érdeklődve szaglásza a kamerát, Némó, a 8 hónapos labrador fontos feladatokat fog ellátni, hangjelző kutyának nevelik, és egy hallássérült mindennapi teendőit segíti majd. Jelzi például, ha csengetnek. Két pajtása, Leo és Merlin, a terápiás border collie-k pedig többek között óvodásoknak, iskolásoknak, valamint időseknek tartott foglalkozásokon vesznek részt. Minden foglalkozás jól fel van építve, a kutyának és résztvevőknek az igényeinek megfelelően vannak feladatok, például köszönés pacsival, vagy trükkök kérésével, székfoglalószerű, akkor a gyerekek beállnak, csinálnak egy alagutat a lábukból, áthívják a kutyát, ők sétáltatják, vagy helybemaradást kérnek tőle és szaladgálnak körülötte. Időseknél egyébként mi nagyon szeretünk foglalkozni, Leo nagyon szereti az időseket. Úgy kell elképzelni, hogy ők vagy kerekes székben ülnek, vagy az ágyukban, vagy esetleg az udvaron találkozunk velük. Ő tud a szék körül is mozogni, föl tudja tenni a két mellső lábát a személyre, illetve trükköket ugyanúgy lehet kézjelekkel a székből is kérni. Leo, gyere lábhoz! Lábhoz! Okos vagy! Jól van! És akkor induljak el vele? Igen! Jó! Gyere! Gyere! Ja, ezt nem csináljuk, ugye? Igen! Kezembe, oké. Okay. Ül. Okos van. Leo fekszik. Ilyen trükköket is megtanítanak a kapui csoportos foglalkozásokon. Ezeken az alkalmakon a kutya-gazda kapcsolatának elmélyítése folyik, a többi között lazapórázós feladatokkal, helyben maradással, lábnál követéssel. Mindeközben szocializálják is az ebeket azzal, hogy egyszerre több állat van a pályán. Azért fontos a fizikai mellett a szellemi fárasztás is, mert így érhetjük el kutyánknál azt az állapotot, amit szeretnénk a harmonikus együttéléshez, tehát hogyha sétálni indulunk, akkor örömmel jön, nem húz egy idő után, leül akkor is, hogyha nagyobb a forgalom, a járdánál megvár minket, esetleg, hogyha sétálunk vele és felrepül egy galamb, akkor nem kell attól tartanunk, hogy világá megy, hanem kontrollat tudjuk tartani. Tehát nagyon fontos az, hogy a kettőnk közti kapcsolat harmonikus legyen. A szakember kérdésünkre kifejezetten hangsúlyozta a sétáltatás fontosságát. Tévhit ugyanis, hogy a kertes házban tartott ebeknek elég, ha az udvarban szaladgálhatnak, hiszen ahhoz, hogy elvárjunk valamit tőlük, a kutyát kutyaként kell nevelni és tartani. Ehhez pedig hozzátartozik az is, hogy játszon a fajtársaival, hierarchia alakuljon ki köztük, és új szagokat ismerjen meg.